Szervusz Krisztina, mi történik Mostoromon? Milyen a hangulat a fesztiválon? Szervusz Attila, köszöntöm a nézőket! Itt Oromon, a Malom tövénél pulzáló, fiatalos, barátias jellegű, családias jellegű esemény bontakozik ki percről percre. Délután folyamán ugyan esett az eső, azonban ez nem szegte kedvét a fesztiválozóknak. A programok körülbelül egy órás késéssel folytatódtak a délutáni programok. Magáról a programokról, illetve arról, hogy mit nyújt a Malom Fesztivál az ideérkezőknek, Siflis Annát kérdezem, az esemény egyik szervezőjét. Mit nyújt a Malom Fesztivál a fesztiválozni vágyóknak? Megpróbáltunk olyan programot összeállítani, amiben az összes korosztály megtalálja magának legjobban passzoló programot. Például holnap fellép Rutkai Bori és a bandája, ez a kicsiknek szól, de volt Dániel András dedikálás, holnap fellép az Uboj, és napközben pedig különböző workshopokon vehetnek részt az ide látogatók, többek között egészségperceket hallgathatnak, vannak kézműves programok és zenei workshopok is. A fesztivál filozófiájáról, illetve arról, hogy milyen eszmeiséget képvisel, illetve milyen üzenetet hordoz, Szerda Zsófiát, az esemény másik szervezőit kérdezem. Hát amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy próbálunk nagyon környezettudatosak lenni, hiszen a szervező csapat nem csak itt a fesztiválon, hanem az életében is próbál arra odafigyelni, hogy ne szemeteljen és egy kicsit óvja a környezetét. Úgyhogy ennek a szellemiségnek a hívei vagyunk itt a fesztiválon is. Nem nagyon lehet találni szemetet, én azt gondolom itt a fesztiválon. Szelektíven gyűjtjük azt a keveset is, amit ugye hát elkerülhetetlenül termel a fesztivál. A fesztiválnak a dekorja is újrahasznosított anyagokból készült. Itt már nem vásároltunk pólókat, hanem újrahasznosított pólókra nyomtattuk rá az idei logónkat, illetve ami nagyon fontos, hogy nem használunk egyszer használatos műanyagot, nincsenek szívókák, és a repoharat, ugye így hívjuk, először mi vezettük be Szerbiába, tehát a mi fesztiválunkon jelent meg, úgyhogy ennek köszönhetően, ha nem is zero waste a fesztivál, de nagyon-nagyon minimálisra sikerült csökkenteni szeméttermelést. Ilyenkor egy kicsit Orom a világ közepe lesz. Aki csak teheti, látogasson el a fesztiválra, mindenféleképpen megéri. Holnap este lesz a fesztivál utolsó napja, találkozzanak velünk. A szó a stúdióé.